Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jöjjön végre, hidroid, river költék, vagy mi a fene, vagy, vagy mégse? Nem, de azt hiszem most rögtön a videó elején lezárhatjuk azt az egy apró hogy öm, aki eddig sem szerette a hidroidot, valószínűleg most sem fogja megszeretni a hidroidot, aki eddig pedig szerette a hidroidot, még jobban fogja szeretni a hidroidot. én a, szerettem a hidroidot bázisban bázisba voltam, és most már sokszor elmondtam minden videóban, hogy rögtön Master Rank 5-ön ki is farmoltam, és nagyot is csalódtam benne, mivel hogy nem azok voltak a képességei, amikre úgy igazán számíthattam, vagy számítottam volna. Viszont, amikor kiderült, hogy mennyire jó farmoló, akkor teljes mértékben megszerettem, és alacsony közép szinten, ugye, farmolásra használtam. Na de ugye nemrégiben csináltam egy olyan videósorozatoskát, hogy erős, de nem tudtad, érdemes lecsekkolni, és az egyik videóban ugye beszéltem hidroidról, volt ott még voltról, nézáról szó, de az egyik videó hidroidnak szenteltem, és mielőtt megcsináltam volna azt a videót, belernyomtam vagy öt formát a hidroidba, és egy olyan háromfajta modulást csináltam, és köztük egy survivor modulást, ami nagyon-nagyon Uh, e, hát számomra az én játék stílusomra elő erősítette a hidróidot, és nagyon túlélő képessé. Um, azokban a bizonyos Survivor játékokban. Nem azt mondom, hogy szólóban um, lehoz egy Survivort, mivel a probléma vele egy adott ponton az, hogy mivel kicsit gyengécske volt a régi hidroid, ugye armor, élet és a többi terén, uh, így aztán a gyilkolási effektivitás néha lelassult, mert hogy visz, bele kellett menni tócsába, hogy feltöltödjön az élet, és emiatt a life, life support fenntartása egy kicsit macerává vált. De ott van melletted már csak egy ember, aki tud ölni, miközben te fel. El tud magad gyógyítani, eh, akkor eh, az már, az már teljes mértékben egy eh, jó dolog. És most ugye mit kaptunk az új eh, hidroinnel megnövekedett armort, ami eh, azért teljes mértékben kibír egy jó pár, legalábbis testing range de egy jó pár, konkrétan egy három vagy négy eh, bombard lövést, egy Arcane guardian nál felszerelve 140-es bombard lövést, legalábbis nekem annyit kibír, miközben védekeztem karda, szóval az már egy achievement, és ami, ami egy, egy lényegén rávezetés erre, hogy a 65 armor ellentétben 200 armornál, hogy több lövést kibírsz, így aztán például van E, időd dolgozni a live strike-kal, mert konkrétan egy bizonyos szinten a 65 armor ugye az volt, hogy megnőtték a hidrod elpusztult, elparlatt, szerencsétlen, de most így, hogy kibír egy-két lövést, így a live strike-kal esetleg egy nagyobb tömegben egy bizonyos ideig magas szinten is kivírsz egy-két lövést, a live strike-kal rá tudsz dolgozni, és majd végül el tudsz menekülni, vagy tócsába menni, vagy akármi. Úgyhogy, és, és eleve a pozitívum mellett, sokan azt mondják, hogy hát a hidroid nem, való, nem kapott valódi tehát azt láttam más videósoktól, hogy afelé próbálták terelni az egészet, hogy valódi rework nem kapott, de viszont úgy vettem észre, hogy egy páron megfeledkeztek egyes dolgoktól, hogy a rework -je, én úgy veszem észre, hogy a rework nem igazán arra irányult, hogy megemelkedjenek a statjai és hogy jobb legyen, hanem arra irányult rá, hogy nagyobb mozgás szabadságot kapjon, és ezáltal amikre képes most már a hidroid, vagy a képes lehet most már a hidroiddal, az nyitja meg egy egészen más szintjét a játéknak, és ugyanezt a rework láttam Oberonnál is, és nagyon pozitívnak értékelte, nem adtak túl sokat, de olyan lehetőségeket adtak a kezébe, amivel a játék élmény, élményedet növelheted meg, abból a szempontból, hogy, hogy, mint mondtam az az és nem túl erős, de nem túl gyenge, hanem úgy, úgy ki lehet tolni igazán, ha odafigyelsz, oda teszed magad, ki lehet tolni igazán a játék élvezetét is. Ezt látom most a Hydroidban, és szeretném megmutatni nektek, hogy, hogy mi az, amit én látok pozitívnak benne, és mitől gondolom úgy, hogy egy olyan helyes irányba tett lépés, ez a rework, amit ö, ö, nem nerf tehát, hogy, hogy is mondjam, nem egy ultra buff, mint annó a Limbo volt az első rework-je, hogy olyan buffot kapott, hogy letaroltad a pályát vele, de, de nem, nem is az a, és, és pont az a kellemes szint, amivel így, így tényleg kihívássá, de nem túl nehéz kihívássá teszi a játékot, tehát tényleg, és én eddig szerettem a hydra és azt hiszem, hogy ezzel a Reverker pont ezen dolgok miatt uh, még jobban szeretem. Ugye mi, mi, mi történt változás, Az egyes képessége, hát ugye azon kívül, hogy kapott armort, sok armort kapott, most valami 200 az armonya, vagy valami ilyesmi, uh, az egyes képessége nagyobb damage-et délel, hát... Hm. Amúgy is használtuk sokat eddig, de az biztos, hogy alacsonytól középszintig többé valószínű, megfekteti az enemiket. Jobb látványvilága lett az összes képességének, ami wow, ez sokkal jobb. A kettes képessége, ugye ilyen sebesség alapulett, nagyjából ugyanazt tudja bizonyos méteren, attól függ, hogy mennyi erőt, adsz, vagy rénget adsz neki, mennyi időt adsz neki bizonyos méteren, így nagyon gyorsan, és maga után húzza az enemiket, szóval azon kívül megvan a mozgásszabadság most már neki, ugye, maga után húzza az enemiket, ez azt jelenti, hogy bármilyen vészhelyzet van, bármilyen szinten is valószínűleg, de azért ezt meg ki kell próbálni 300-400-as szinteken, ha maga után húzza bármilyen szinten az enemiket, az azt jelenti, hogy azok az enemik elesnek a földre, és neked van időd rea reagálni erre, továbbá a földre esett enemi finisher című történetet, így rányom egyet ugye a Kardal a, a, a karaktered igen nagy sebzés lehet kiosztani. Igaz, gyorsan felállnak, de ez már egy bónusz a hidroidnak. Továbbá, a, ugye mit tud még a tócsa? a tócsába lemenettel közben tudsz mozogni, természetesen energiát fogsz elfogyasztani, továbbá a tócsából bármelyik képességedet bekapcsolhatod. Ez egyszerűen epik. Ultitól kezdve kettesen át, egyesen keresztül a tócsába menve, bármi képességet bekapcsolhatod most már továbbá, ugye levegőben is tócsává tudsz már alakulni, ami fantasztikum. És ugye tócsából kettes, és még egy nagyon-nagyon apró bónusz. A kinézet ellenfeleket tócsában, be tudod húzni a tócsába. Ha megfelelően közelségben vannak, akkor be tudod őket húzni a tócsába. Ha emlékszetek, hogy a hidrogén nem mindig az, hogy az ellenfelek megálltak a tócsa szélén, és te nem tudtál semmit sem csinálni. És akkor kijöttél a tócsába, és mi történt egyszerre? 60 ezer golyó vették egy célba, és esélyed nem volt túlélni. És, és pont amiért a tócsa jó volt, a túlélés, pont az veszett el a lényeg, és azzal, hogy már a környékkel lévő mind be tud húzni a tócsába, vagy kijönni a tócsából és reagálni az eseményekre, az egyszerűen fantasztikum. Az ultia tök jól néz ki most már, és az, hogy így egy ilyen kis, kisebb kraken kiemelkedik a földből, tök jól néz ki. Annyi biztos, hogy, hogy precízebb is lett, most már nem random csapkod a tentököl porn, hanem konkrétan rá enemikre, és uh, elég jó sebzést, eddig is ki vele jó sebzést osztani, félét és nehézség, de elég jó sebzést oszt kész. Szóval, ha valaki ezt így nem egy bónusznak látja, és a bónusz benne az az, hogy a mozgás, sebes, a mozgás lehetőséget megadták tócsában, hogy bármilyen képességet elkapcsolhattak. De ez még mind semmi ehhez képest. A lényeg, és jöjjön megint csak a macska macskabugyi, aki eddig eljutott, a lényeg az egészben, hogy lehetőség nyílt az önsebző fegyverek használatára a hidroiddal úgy, hogy az enemik közepette vagy. Egyszerűen ez benne a, a hihetetlenül durva és ezt szeretném nektek uh, bebizonyítani videón is. Tehát konkrétan elővettem a tonkort, amit meg régóta nem használtam, és egy kicsit átmodoltam, konkrétan beletettem az úgynevezett Aggressive Blast nevű modot, ami annyit tesz, ugye, hogy ráragad a felszír, amire rárövőd, és akkor utána robbannak a, robban maga a lőszer. Na most a tonkor hogy működött például? Fogtál, lőttél egyet, és amint megpattant, azonnal robban. Na, de viszont most az Aggressive Blast-tel, Konkrétan rálősz valamire, egy kis időt vár, és utána robban. Nos, akkor lehetővé veszített egy minimálisat a tonkor az erejéből ezzel, hogy valamit lecseréltem az Aggressive blaster viszont nyertem azt, hogy bárhol, bármekkor a tömegben én túlélem, és a tömeg pusztul. Tehát visszakaptuk a tömegpusztító fegyvert konkrétan, és ugyanez ö, működik a, az újonnan kifejlesztett lenzre is. Tehát ha pánik van, konkrétan azt akarom mondani, ha pánik van, a hidroiddal nem kell parázni, egyszerűen jól kell időzíteni. Tehát belövök a tonkorral, lementem tócsába, vagy elhúztam onnan a kettessel, mert annyira gyors már és utána boom, robban, kész, és nem kell azon aggódja konkrétan, hogyha lövök, magam mögé lövök, akkor magam alá lövök, akkor meg fogok halni, mert az aggressive blast ezt megakadályozza azzal, hogy rátapad, vár, 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 és bum, e, viszont ugye a lensnek is van egy, 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 ható rétege, ahol robban, de a lényeg az, hogy amíg hullámban vagy kettes képesség, vagy tócsában, vagy harmas képesség, addig sebezhetetlen vagy. És ez tényleg lehetővé tesz egy igen aktív mozgékony és érdekes játékot, ami, ami miatt úgy gondolom, hogy ez a, ez a Hydroid Rework a jó úton halad. Szóval azt hiszem, hogy ezzel egy igazán olyan mozgási szabadságot kapott a Hydroid, ami felbecsülhetetlen, és tényleg egy, egy olyan karakterré teszi, ami még mindig nagyon jó csapatban, és nagyon egyre jobb, és nagyon jó lett így, így szólóban is. Főleg azért, mert megenged dolgozni olyan tömegpusztító fegyverekkel, mint a Tonkor vagy a Lenz, úgy, hogy miközben körbevesz az enemy, és, és uh, konkrétan a közben is tudsz aktívan ölni. És itt, itt jön rá a lényeg, hogy ha egy survivorre is vinnéd el, vagy egy magas szintű bármire vinnéd el a Hydroidot, uh, ott kezdődik neki a vele, hogy most már ott is aktívan részt tud venni a csapatjátékban. Mert eddig szerencsétlen csak lement tócsába és arra várt, hogy feltöltődj az élet, hogy lőhessen egyet, és megint lemenni ilyen tócsába, és ebből állt a időri játék, de most már aktívan részt tud venni a csapat minden mozdulatában, sőt, akár egy ilyen megmentő is tud lenni, de az egész azon múlik rajta, hogy a, a képességének kombinációját mennyire ismeri fel az az adott játékos az adott környezetben használni, és az egyik hatalmas pozitívum, a Koolstát leszámítva, Lens, Tonkor, Pantera, akármi, amiben belefér az Aggressive Blast, és nem azonnal robban, uh, konkrétan uh, egy nagyon nagy hasznát veszi a hidroid, és, és, és ez egyszerűen. Um, fantasztikum, Tehát tényleg egy nagyon-nagyon. Uh, kidolgozott játék stratégiát lehet most már rá, rávinni. Nos, srácok, ezt gondolom én a Hydroid Reworkről, uh, úgy gondolom most már végképp tényleg egy olyan karakter, ami belekerülhet a top warframe-ekre, meg is érdemli, mert hogy uh, e egyszerűen mindig az volt, hogy alacsony szintre mentünk farmolni, van Hydroidod, nincs, mert az egy szar karakter, nem, akkor is kiváló volt, tehát alacsony szintről mindenki hidroidot akart vinni, mert sokkal jobban farmolt, mint a nekrosz, maga szinteken pedig a nekrosz állt hegy, hegy jobban azért, azért nem vittek hidroidot, de most már azért változik a helyzet, és jó, ma, nagyon magas szinteken a nekrosz még mindig jobb farmológép, természetesen, mert a hidroidnak mindenhez ölnie kell, de a túlélés túlélése sokkal, de sokkal jobb lett, és erősebb lett a hidroid, és, és szerintem ez egy jó úton uh, haladt rework, és egy átgondolt um, rework, annélkül, hogy, hogy a hidroidnak a, a, az egyediségét lerombolták volna, sőt, úgy gondolom, hogy igazán um, adtak hozzá, és egy olyan lépés a warframe uh, fejlesztőktől, ami, ami remélhetőleg több warframe fogunk látni a jövőben, és nem csak arról fog szólni a Warframe, hogy képesség-képesség hátán, képesség-képesség hátán legyen elnyomva, mert, mert, mert az nem, ha, egy, ha megütik ezt a kombinációt, amit az Oberonnál, illetve a Hidroidnál, hogy, hogy a képességek mixelve, fegyverekkel és mozgáskultúrával úgy gondolom, hogy akkor a Warframe egy igazán jó irányban halad. Ráadjátok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, találjatok meg Facebookon a következő videóig. Sziasztok!